Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Szeptember 22-e van, önök a Pécsi Városi Televízió híradójának hétfői kiadását látják. Jó estét kívánok! Főbb témáink a mai napon. Miért nem volt meleg víz a távfűtött lakások zömében? Jótékonyságból evangélikus szeretet otthon. A Pécsi Napok eseményei. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége pénteken este ismét kerekasztal beszélgetésre hívta az érdeklődőket a Nagy Lajos Gimnázium dísztermébe. A fórum témája a konzervatív politika hazai sajátosságai és Magyarország jövőképe volt. Dr. Lanzendorfer Erzsébet, a Szövetség Győri Szervezetének elnöke megnyitójában kiemelte. A konzervativizmusról sok hazugságot hallottunk, tanultunk az elmúlt 40 évben, és napjaink is, meg napjaink médiája is megerősíti a hazugságokat újabb jelzőkkel ellátva. A konzervativizmusról azt állították, hogy az egy poros, egy javít, egy fókálos, nosztalgia ideológia, használhatatlan. Kérdésre válaszolva Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője elmondta, a konzervativizmus értékeit magukénak vallók kell, hogy legyenek azok, akik ezeket az értékeket segítik felfedezni és megmutatni a társadalomnak. Herényi Károly, a Magyar Demokrata Fórum szóvivője, pártja államfelfogását fejtette ki. Az állam hatékony és szolgáltató, amelyben az egyén szabad, de ez a szabadság felelősséggel párosul. Pusztai Erzsébet, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője, a családpolitika és a civil társadalmi kezdeményezések fontosságát hangsúlyozta. Orbán Viktor, a Fidesz Magyar Polgári Párt elnöke, a konzervatív és a szabad elvű gondolkodás közös gyökereiről beszélt. Az előadássorozat október 17-én a Magyarság Születése című előadással folytatódik majd. Szombaton éjszakától kezdve a pécsi távfűtött lakások zömében nem volt melegvíz. Mostanra sem állt helyre mindenütt a melegvíz szolgáltatás. A P-táv hiba elhárítói valószínűleg megtalálták már az okot. Szombaton este észlelték a hőerőműben azt, hogy nagy a vízveszteség. Leállították a keringetést, éjjel 3 órakor kezdte el keresni a P-táv a hibát. Ez nem volt könnyű, mert nincsen még annyira hideg, hogy a gőzölgéstől látni lehessen azt, hogy hol szökik el a melegvíz. A Varga Damján és a Dohány utca sarkán részben lakossági segítséggel találták meg azt a vezetéket, amelyik kiukadt. Ma délelőtt meg tudták azonosítani azt, hogy a mintegy 100 méteres cső szakaszon hol lyukadt ki a vezeték. Ha a hibás részt meg is találják, akkor is kérdés az, hogy a cső kijavítható-e, vagy ki kell cserélni. Adásunk előtt a P-táv diszpécsere elmondta, hogy még mindig nem tudtak azonosítani, a hibát nem találták meg, viszont folyamatosan keresik és ássák a Dohány utcát ezen a szakaszon. 6 évi tanulás és sikeres vizsgák után a hétvégén 198 fiatal az egyik legszebb hivatás gyakorlására kapott jogosítványt. Szombaton orvosokat avattak a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Büszke szülők, meghatodott rokonok és az utolsó lépésekért szorító barátok töltötték meg a Pote auláját, míg bevonult az a közel 200 ifjú orvos, aki szombaton orvosi esküjét tette le az egyetem vezetése előtt. Életemet az emberiség szolgálatának szentelem. Régiónkban elhelyezkedési probléma, valós orvosi munkanélküliség nincs. A Pécsi Egyetemen 27 állás és 20 tudományos ösztöndíj került meghirdetésre. Így a frissen végzettek közel egyharmada marad e falak között. A többiek is hamarosan visszatérnek, hiszen a szakorvos képzést is az egyetem bonyolítja. Nem volt a családunkban orvos, és hát azért mégis elég korán úgy döntöttem, hogy talán, ahogy így az eskü szövegében is elhangzott, ezek miatt erre a pályára jövök. Mi volt benne a legfontosabb, ami a leginkább domináns volt? Talán az embereknek segíteni akarás, gyógyítani elesetteket, amennyire emberi elővel telik segíteni. Az orvos igazi szerepe abban áll, hogy áthidalja azt a szakadékot, ami a szorongó, gyógyulásra vagy túlélésre váró beteg ember és a természettudományok adta, szükségképpen korlátozott tudás között tátong, mondta köszöntőjében Bejei Árpád az egyetem rektora. Bízunk benne, hogy ők 198-an is sikeresen megbirkóznak ezzel a feladattal.
Gyakran tapasztaljuk nézőink körében is azt, hogy teljes a bizonytalanság most, hogy egy csomó televízió csatornát privatizáltak, újabb televíziók indulnak vagy indulhatnak, másút más frekvencián és így tovább. Szóval, hogy akkor mit várhatunk szolgáltatóktól? Jó estét kívánok, Torma Tamás úr, a Kábelkom műszaki igazgatója ma esti vendég a híradóban. Mégis a Kábelkom számára ez mit jelent? A Kábelkom számára csak kulisszák mögötti technikai megoldást jelent. Ezt úgy kell érteni, hogy ez az előfizetőink, ügyfeleink számára semmiféle fajta változást, változtatást nem igényel. Ami változásra szükség van, azt a technikusaink, kollégáim végre fogják hajtani, úgyhogy észre sem lehet venni ezt a bizonyos változást. Tehát ugyanazokat a csatornákat fogják majd a nézők kapni? Ugyanazokat a csatornákat, ugyanazokon a csatorna helyeken, tehát nem kell átprogramozni a vevőkészülékeket, mindent ugyanott fognak látni. A kereskedelmi adók természetesen más kategóriába tartoznak. Itt gondolom a kérdés lényege elsősorban a Magyar 1-es és a Magyar 2-es vételére korlátozódott, ugyanis a szeptember 15-én Antenna Hungária az a Misina TV adóban az O2-es csatornán megszüntette a Magyar 1-es sugárzását, de hát ezzel gyakorlatilag nem történhetett semmi, hiszen jóval előtte a vadonatúj 49-es UHF adó már sugározta a Magyar 1-et, tehát bőven lett volna ideje mindenkinek egyedi vonatkozásban átállni erre az adóra. Az induló kereskedelmi csatornák valamennyien megtalálható lesz-e ilyen vagy olyan programcsomagban a Kábelkom kínálatán? A Kábelkom tárgyalásokat folytatott a mai napon is ügyvezető igazgatónk Szigeti Rudolf, az MTM és az RTL képviselőivel, és rádiótelefonon kapott értesüléseim alapján a szerződések megkötettek, tehát a földi sugárzásból, illetve égi sugárzásból, jobban mondva ez csak földi sugárzásból származó program bent lesz a kínálatunkban. Nagyon gyakran nem tudják a nézők, hogy hova forduljanak, hogyha valami problémájuk van. Azok, akik az önök kábelrendszerén vannak, azok gyakran keresik az Antenna Hungáriát, gyakran bennünket, gyakran más televíziókat, gondolom bizonyára önöket is gyakran. Tehát önök milyen kérdésekben, milyen hibák, problémák, panaszok esetén illetékesek? Gyakorlatilag most egy kicsit meghökkentett ez a kérdés feltevés, mert hiszen a telefonszámaink a 438-047-es, 438-455-ös, ezek egyértelműen az előfizetőink rendelkezésére állnak. Tehát ha problémájuk van, ebben bármiben ezeken a telefonszámokon megtalálnak minket, és orvoslást is kapnak. Ha némi késedelemmel is, ez a bejelentések számától, mennyiségétől függ, de mindenféleképpen ott vagyunk, és segítünk. Szóval most nem értem, hogy... Nem, én arra gondoltam, és ez nagyon röviden aztán, mert lejár most már az időnk, hogy gyakran olyan nagy hívnak föl bennünket például, hogy nem tudom én rossz a kábel csatlakozó, bizonyára önöket is fölhívják azzal, hogy nem tetszik a magyar televízió adása. Tehát melyek tipikusan azok a problémák, amikor nem a televízióhoz, hanem amikor a kábeltársasághoz kell fordulni? Ha nincs semmi, akkor például egyértelműen hozzánk kell fordulni. Ha van, de egyértelműen zajos a sáv elejétől a végéig, tehát a Magyar 1-estől egészen föl a Cartoon Networkig, csak hogy egy példát említsek, akkor is mi hozzánk kell fordulni. Ha a kábel végről leesik a dugó, hozzánk kell fordulni. Ha a kutya elrágja a kábelt, hozzánk kell fordulni. Olyannak kérem, ne forduljanak hozzánk, hogy miért nincs melegvíz, mert tegnap ilyen is volt az üzenet rögzítünk, azon sajnos nem tudunk segíteni. Köszönöm szépen, és bocsánat, hogy ezzel a zavarba hozó kérdéssel zártuk ezt a beszélgetést, de gondolom azért elmondtuk, hogy mi lehetett ebben. Az Etnikai Fórum Pécsi szervezete új kezdeményezést indított. Cigány közéleti emberek népfőiskolája címmel 3 napos képzést szervezett. Ez a kisebbségi önkormányzatok munkáját és a választásokra készülőket segíti a munkájukban. Baranya, Somogy és Tolna megye cigány közéleti személyiségei vettek részt a programon. A képzés ideje alatt a résztvevők olyan ismereteket sajátíthattak el, ami későbbi munkájukban segíteni fogja őket. Az önkormányzatiság kívásokkal jár, nekünk is képezni kell magunkat
ezen a téren, és úgy érzem, hogy ezekkel a nívós előadókkal olyan színvonalas képzés sajátítunk el, olyan ismeretekkel teszünk szert, amit nagyon hasznosítani tudunk a kisebbségi önkormányzatok működésében. A programban olyan előadások is szerepeltek, mint kisebbségi önkormányzatok szerepe, oktatási rendszerek és nemzetiségek. A közelgő választásokra tekintette számos előadás hangzott el pártokról, választási tapasztalatokról, a választórendszer egészéről. Fontosnak tartottuk azt, hogy másik megyéből is jelenjenek meg itt ezen a képzésen, mert hogy azt gondoltuk, hogy fontos egymásról tudnunk, egymás tapasztalatait kicserélve. Jövő tavasszal várhatóan folytatódik az előadás sorozat. A szervezők a közelgő választások miatt egyre több és hasznosabb információval szeretnének előállni. A város szociális gondjait is enyhítheti a szombaton átadott evangélikus szeretet otthon. A Váncsa testvérek által adományozott épület átalakításában a németországi Bank Nagmarbach és a Bécsi Rotary Club is segített. Szombaton átadásra került a város második evangélikus szeretet otthona. Az épületet egy testvérpáros adományozta az egyháznak. Adományozások voltak természetesen, de ilyen nagy mértékű még nem. Úgyhogy ez a testvérpár, Váncsa Jolán és Tibor, akik úgy határoztak, hogy családjuk nem lévén az egyháza hagyják ezt a házat, a szeretet szolgálatra elkötelezettek voltak, és úgy érezték, hogy haláluk után így lesz méltó ennek a háznak a további élete. A 10 fő befogadására elegendő lakásba folyamatosan költöznek a gondozottak. Kis Béláné nyugdíjas tanár, nincs hozzátartozója, egy hete költözött be az otthonba. Tulajdonképpen jól, egy nyugalom kerül az emberbe, amikor úgy érzi, hogy ha bajba lesz, majd valaki fogja a kezét. Az egyház igyekszik mindent megtenni azért, hogy a híveknek békés nyugodt létet biztosítsanak. Több mint 300 éve meglevő, de az utóbbi 40 évben feledésbe merült, megkopott emléktáblát újítottak föl a Nagy Lajos gimnázium homlokzatán. Az emlékre rövid ünnepségen hívták föl a polgárok figyelmét szombaton délben. A jezsuita öreg diákok egyesületének tagjait és az érdeklődőket dr. Révész Mária alpolgármester asszony köszöntötte. 310 éve a jezsuiták alapították ezt a gimnáziumot. Második József a rendeket feloszlató rendelete vette ki kezükből az irányítást, mely később a ciszterciek kezébe került. Kezdettől fogva a kapu fölött állt az írás. Széchenyi György esztergomi érsek, aki azelőtt itt pécsi püspök volt, ezt az épületet a jezsuitáknak kollégium és gimnázium céljára adományozta. Az öreg diákok a feliratot most felújították, ismét jól látható. Az ünnepségen horvát nemzetiségűek is szép számban részt vettek. Tőlünk teljesen függetlenül, de aztán közösen csináltuk tovább, megtalálták az Anna utcába azt a telket, ahol ugyancsak a jezsuiták kicsit később, 275 évvel ezelőtt alapítottak egy horvát nyelvű iskolát. Ezzel is ugye a két nép közötti barátságot és közös sorsot akartuk reprezentálni. Vasárnap délelőtt tartották a Szent Simeon kápolna védőszentjének ünnepi liturgiáját búza és kalász szenteléssel az Zrínyi utcai görögkeleti szerb templomban. A 18. századig volt Pécsett görögkeleti szerb templom. Majd hosszú szünet után 1949-ben a Siklósi Egyházmegye vásárolta meg azt a Zrínyi utcai épületegyüttest, ahol a kötelezően kelet felé néző oltárral kialakították a Szent Simeon kápolnát, melyet az átalakítások után szinte azonnal államosítottak. Bár csekély létszámmal, de az egyházközség soha nem szűnt meg, s miután évekkel ezelőtt az ingatlan egy részét visszakapta a közösség, a szerb kisebbségi önkormányzat segítségével felújították, s azóta is havonta két alkalommal tartanak itt istentiszteletet. Vasárnap délelőtt az úgynevezett templomi búcsúszertartására jöhettek el a nem csak Pécsen élő szerb hívek, hanem a városban tanuló görög diákok is. Horvát zenét, táncot és népviseletet láthatott a közönség a hétvégén az ifjúsági házban. A nagy hagyománnyal rendelkező nemzetiségi fesztivál Horvát napja szombaton volt. A kétnapos fesztivál alatt 7 csoport lépett fel. A Dalmáciából, Vajdaságból, Horvátországból érkező együttesek közül sokan először jártak városunkban.
A bemutatkozás mellett így lehetőségük nyílt tapasztalatcserére, ismerkedésre is. Azok a gyerekek, azok a tagok, akik az együttesünk tagjai, itt ilyenkor gyakorolhatják az anyanyelvüket, a csoportokkal, a vendéglátás folyamán, a barátkozás, a későbbi, a program utáni táncház folyamán, és ez nagyon jó alkalom arra, hogy kicsit átéljék, hogy honnan is származnak ők. Az élményszerzés tapasztalatgyűjtés mellett a rendezvény elsődleges célja a horvát nemzeti kultúra és hagyomány sajátosságainak bemutatása volt. Közönség, résztvevő és az, aki vendéglátó, mind csak nyer az egészből. Ugye, aki ide utazik, egy szép élménnyel lesz gazdagabb, reméljük. Akik vendéglátók vagyunk, örülünk annak, hogy jól sikerül a vendéglátás, és szép emlékekkel térnek haza. A közönség pedig remélem, hogy egy szép estével lesz gazdagabb. Most már hatodszor tartottak városi szépségversenyt a Pécsi napokon. Szombaton a Pécsi Nemzeti Színházban Rosinger Lilla fejére került a korona. Lilla 19 éves, európai üzleti asszisztensként végzett, s tervei közt elsősorban a nyelvtanulás szerepel. Udvarhölgyei a második helyezett Bajom Éva ősztől bölcsész hallgató lesz, a harmadik Strá Gabriella negyedikes középiskolás tanuló. A közönségdíjat Békefi Eszter nyerte, aki musical színésznőnek készül. A közel 4 órás műsorban a lányok mellett fellépett Varga Miklós, az Irigy Hónajmirigy együttes, Ihos József, a Zebra Tánc Stúdió, s a programban a Hajas Szalon és a Sztár 2000 divacsója is szerepelt. Szeptember 22-e van, ma ünneplik névnapjukat a móricok és természetesen a mórok is, de velük együtt köszönhetjük az ottókat, tamásokat, a ritkán előforduló marótokat, zelindákat, zellákat, mauriciákat és a szépen hangzó zöldikéket. Szeptember 22-e a csodálatos ikreké, de talán nem haragszanak meg, ha a fene gyerekek napjaként is jelölik-e napot, aki félelmet nem ismerve törtetnek céljuk felé. Híreink röviden következnek most. A művészetek napja alkalmából Pécs megyei Jógóváros közgyűlése a mai napon jubiláló pécsi művészeket és együtteseket köszöntött a Pécsi Kulturális Központba, akiknek dr. Újvári Jenő alpolgármester emlékplaketteket adott át. A természetjárók napja ünnepségének keretében szeptember 20-án Baranyából Balogh István a természetjárás fejlesztéséért kitüntetést, Király László és Vámos Mihály pedig emlékérmet kapott. A múlt hétvégén nyílt meg Pécsett a nevelők házában az első országos gyermek képzőművészeti biennálé keretében az Ágoston téri és a Hosszúhetényi iskola, valamint az Apácai Nevelési Központ művészeti szabadiskola vizuális bemutatója, amely október 10-éig tekinthető meg. Szeptember 24-én Lantos Ferenc tart tájékoztatást a kiállítás pedagógiai kérdéseiről. Eddig Pécsett azonos csatornadíjat fizetett a lakossági és nem lakossági fogyasztó. A Pécsi Vízmű Részvénytársaság a jövőben rendezni kívánja a csatornadíjakat, mivel a tapasztalat szerint egy ipari üzem szennyvíz kibocsátása többletköltséget okoz a szolgáltatónak. Súlyos baleset nélkül telt el az elmúlt hétvége, ám a rendőrségnek így is akadt bőven dolga. A 2 nap alatt 9 lakásbetörés, 10 hétvégi ház feltörés, 13 autófeltörés mellett 2 gépkocsi lopás történt a megyében, de a rendőrök 6 bűncselekményt elkövetett szemét fogtak el, és megtalálták a 2 lopott autót is. Kedves nézők, Önök a Pécsi Városi Televízió híradójának hétfői kiadását látták. Friss hírekkel, információkkal szerkesztőségünk legközelebb pénteken este 19 órakor jelentkezik majd. Figyelmüket köszönöm, viszontlátásra!